El kell érni, hogy az uniós közösség a brüsszeli EU csúcson egységesen támogassa a tagjelölti státusz megadását Ukrajnának, illetve folytatni kell az Oroszország által megtámadott ország pénzügyi, humanitárius és katonai támogatását, mondta a német kancellár a berlini parlamentben. Olaf Scholz az esetleges béketárgyalásokról is szót ejtett. Csak is Ukrajna dönti el, hogy mi a jó neki az Oroszországgal folytatott esetleges tárgyalásokon. A mi mottónk az, hogy Ukrajna nélkül semmit. Az igazság az, hogy nagyon-nagyon távol vagyunk az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásoktól, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök még mindig hisz abban, hogy ő diktálhatja a békefeltételeket, fogalmazott a német kancellár. Scholz azt is mondta, hogy a belátható jövőben elképzelhetetlen a Nyugat és Oroszország közötti partnerség. Szerinte a NATO és Oroszország közötti kapcsolatokat szabályozó 1997-es alapokmányt ugyan meg kell őrizni, de le kell tenni arról a 2010-ben kitűzött célról, hogy a katonai szövetség stratégiai kapcsolatot alakít ki Oroszországgal.